A tetlegességig fajult a régi és új bérlők vitája Kishantoson. A Székesfehérvári járásbíróság ugyanis úgy döntött a területet érintő birtokvitában, hogy amíg a biogazdaság nem rendezi a jogviszonyát az ingatlan tulajdonosával, az NFA-val, addig az új bérlőknek semmilyen joguk sincs a területen lenni. Ennek ellenére az új haszonbérlők ismét elkezdtek dolgozni a földeken. A Földművelésügyi Minisztérium véleményét ma nem tudtuk megkérdezni az ügyről. Mit keresik? Boye Ferencet, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügyvezetőjét inzultálja az egyik feldühödött haszonbérlő. Ezek után a férfi a Greenpeace egyik aktivistáját is taszigálja. Azt szeretné, ha a kishantosiak és a Greenpeace aktivistái elhagynák a területet. A székesfehérvári ítélőtábla április 25-én a birtokvita két perében meghozta döntését Kishantos javára. Jelenleg Kishantos van birtokon belül, ezt erősítette meg ezzel a döntésével tulajdonképpen a bíróság, és a jogviszony kizárólag a Nemzeti Föld Alapkezelő Szervezet és Kishantos között áll fönt, az új bérlőknek semmi köze ehhez a helyzethez jelenleg. A férfi azonban semmibe vette a bíróság döntődött és kitépte a földből a Greenpeace paragrafus jellel ellátott transzparenseit. Én nem pereskednék velük, fölrúgnám őket, mint a szemetet, így fogalmazott Gyöngyösi Zoltán, az NFA jogásza, a székesfehérvári jegyző előtti birtokvitában írja több internetes portál is. Az NFA szerint megtörtént a terület átadása, így az új bérlők már birtokon belül vannak, és a szántás és vetés jogszerű. A biogazdaság vezetője szerint valószínűleg ez az állásfoglalás biztatja a haszonbérlőket is, akik szombaton újból beindították a traktoraikat. Minden nap más táblában indult be újra a munka, ami nagyon megdöbbentő, hogy azok is, akikre vonatkozóan már elsőfokú bírósági ítélet mondta ki, hogy nincsenek birtokon belül, sőt, Márok Csaba mezőfalva polgármestere, akinek ma állt be a traktora arra a földre, amit ő nyert el. Híradónk szerette volna megtudni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium álláspontját is, de megkeresésünkre ez idáig nem kaptunk választ, pedig nyílt levélben fordult Orbán Viktor kormányfőhöz, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a kérdésben. Az LMP szerint, ha ezt nem teszi meg, az azt mutatja, hogy számára elfogadhatóak a kishantosi jogsértések, írja a képviselő.